Szeberényi Gyula Ábelnek szülei Szokták mutatták a Lack verset, amelyet azért választott, mert mókásnak tartja azt. Felkészítő tanára Kovácsné nagy hajnalka volt, de otthon is sokat gyakorolta a megfelelő hangsúlyozást. Lack János, apám kakasa. Ej! Mi a szősz? Kakasszaki. Csak nem a szobában lakik? Megzakkantán az öregem. S beengedi ide nekem. Ide repül, odakotor. Tele önnel minden bokor, bár nincs is bokor a házban, S a kakast se kell magázzam. Kukorékosz, mint az ágyú, az agyunk is belelágyul, mint a postás a levelet, padlónk, telepecsételed. Becsüld meg magad, öregem, mert hát úszni nem tudsz, te sem. S ha a levesben kötsz ki végül, tarajod is belekékül. Macska, téged arra intlek, ne lép túl bizonyos szintet. Kakasnak erős a csőre, vagdos vele, nyakra főre. Láttam már félszemű kandúrt, biztosítlak, jól elrandult. S ha a harcban nem nyugodsz ki, hát apám fog agyon csapni. Juhász Janka saját maga talált rá a választott versére, és azért döntött mellette, mert nagyon közel áll hozzá. A versmondás pedig különös örömöt okoz neki. Ha elmondom, akkor Valahogy olyan érzést érzek, mintha vizsergetné a fejemet a vers, és így nagyon nagy élvezet nekem ez. Janka felkészítő tanára a Mézes Éve volt. Laszkfi János haj. Királylányoknak hosszú a haja, szegény lányoknak hosszú fonata, királylány vagyok legkisebb leány, de persze szegény a lány valahány. Neveztem hajam, még derékig ér, szed lesz sokkal a rövid réginél. Egy a bolcsupán, a fésülködés. Húzza a hajam, vágja, mint a kés, hajat ha csigás, vagy ha egyenes, tép a fésű, tép. Jaj, rettenetes, csat, gumi fonás, nagy mizéria, tőle égnek áll szegény lány haja. Jó az áginak, bár sovány vigasz, nulla éves ő, majdnem tök kopasz.